A Zente Ferenc Színház Trianon 100. évfordulója alkalmából készített egy filmet, melynek célja a tágabb és szűkebb hazánk szépségeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás tudat erősítése. Elsősorban arra gondoltunk, hogy akkor lesz ez érvényes, mármint itt a Salgótarján Zente Ferenc Színháztól, hogyha lehetőség szerint a helyi történelmi értékeinket, a helyi irodalmi, helyi értékeket mutatjuk fel. Nagyon sok Salgótarján és Nógrád megyei kép került a versek és a zenék alá. A Vértezett szív című alkotás alapját egy Sándor Zoltán által összeállított zenés-irodalmi műsor adta, melyet a teátrum művészei június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján adtak elő az Országzászlónál. Eredetileg a film bemutatóját is ekkorra időzítették, ám a járványhelyzet miatt el kellett halasztani, így az új időpont dr. Förster Kálmán születésének 135. évfordulója július 29-e lett. Salgótarján várossá válását sajnálatos módon a trianoni békediktátum aláírása gyorsította, így kapcsolódik az emlékfilm bemutatója méltókép a város első polgármesterének születésnapjához. Neki köszönhetően épült meg a Kálvária és a Feltámadás barlang is, mely a filmben is visszatérő helyszín. A teátrum megbízására az emlékfilmet Lorkó Dávid készítette el, aki igyekezett a verseket és dalokat dinamikus felvételekkel kiegészíteni. Volt 3 forgatási napunk a szereplőkkel, és közben és utána is én jártam itt a környéket a drónnal, ugye ezzel a gimballal, és csináltam a vágóképeket, még ugyanúgy szálltam, repkedtem jobbra-balra, hogy minél részletesebben és minél szebben meg tudjam azt mutatni, amit csak kevesen láthatnak a magasból. A bemutatón jelen voltak a filmben közreműködő színművészek is, akik meséltek az alkotásról és a Trianonhoz kötődő érzéseikről. A vetítés után a résztvevők átsétáltak a kis főtérre, ahol egy-egy szálvirágot helyeztek el a Förster szobornál.